A Baranya megyeiek szintén kiemelkedő teljesítménnyel jutottak fel a magasabb osztályba a tavasz folyamán, ám nekik eddig nem hozott sikereket a bajnokság. A Maros mentiektől megszokott módon gyors iramban kezdték a találkozót, így nem kellett sokat várni az első komolyabb helyzetre. A 13. percben Varga Richárd beadását Babalek Zoltán tudta a kapuba helyezni, majd nem sokkal később Pócs Tamás cselezte be magát a kapu elé. Saját térfelükön vannak. Teljesen beszél. Ó, mekkora csel volt Pócstól. Azt a mindent. Ott a helyzet. Valaki lőjjel, nem lőjjel senki. Ott a gól! 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 Rabec! Rabec külsővel. Hú, de szemtelen gól volt. A 17. percben tehát már 2-0 volt az állása a haziak javára. A vendégek teljesen beszorultak a térfelükre és csupán kontratámadásokkal próbálkoztak, ám ezt rendre megállították a makóiak. Nem sokkal a fél idő előtt egy újabb Babolek-Rabec megmozdulást láthatott a szurkolótábor. Rabecnak, nézzük, Rabec eléri-e, Walter eléri, ott a beadás, ott a gól, de mekkora gól, Babolek, de szép volt! A szünetet követően a piros-feketék már kezdeményezőbbek voltak, adódott néhány lehetőségük, de nem voltak elég pontosak a kapu előtt. A hagymavárosiak gyors passzokkal, kidolgozott támadásokkal meddőfölényt gyakoroltak, ami egy újabb gólt hozott a találkozó 73. percében. Pantelis, Juhász, ez szép, ez jó, Majornak ez nagyszerű volt, bravo! Fantasztikus jó indítás, ott azt a beadás. Rabec, lőjük már be, Rabecka! Ott a gól, 4-0, a kis Rabec is gólt rugott. Gyönyörű akció volt, mintaszerű akció volt. A továbbiakban bár adódott néhány lehetőség, a makói alakulatnak újabb gól már nem született egyik féltől sem. A végeredmény tehát Makó FC Mohács 4-0. Jól kezdtük a mérkőzést, talán ebben a szezonban a legjobb első fél óránk volt, úgyhogy megfelelő tempóban játszottunk, megfelelő minőségben. Gólokat rúgni, még ezek voltak helyzeteink, úgyhogy a első 45 perccel nagyon meg vagyok elégedve. A másik fél idő eleje az annyira nem tetszett, de hát nyilván nehéz 3-0 után ugyanabban a tempóban futballozni, ezen majd dolgozni fogunk még, hogy ez esetleg működhessen így a másik fél elején is. A sérülések sajnos nem kerülik el a csapatot, de folyamatosan épülnek vissza a játékosok a keretbe. Hosszú kihagyást követően jól tért vissza a mezőnybe a csapatkapitány Babalek Zoltán is. Több mint 7,5 hét után tudtam újra pályára lépni. Nagyon hosszú volt ez számomra, ez a végülis combizomrost szakadást szenvedtem. A utolsó mérkőzésem a 3. fordulóban volt. Nagyon nehéz volt ezt átélni, megélni, de minden erőmmel azon voltam, hogy minél hamarabb visszatérhessek a csapathoz, illetve maga a pályára is. Köszönöm a bizalmat, első mérkőzésemen kaptam is egy fél idei szerepet. Élveztem a játékot, nyilván még van lemaradásom, tudom, de majd pótolni fogom plusz munkával. Nagyon örülök neki, hogy 2 góllal tudtam hozzájárulni, ez fantasztikus érzés számomra, de első a dolog az, hogy a csapat sikeres legyen. Az elkövetkezendő héten kissé felpörögnek az események a csapat életében, most vasárnap Ceglédre utaznak, október 20-án szerdán 13 órai kezdettel a Dunai Város együttesét fogadják a Makó Arénában, jövő hét vasárnap pedig az FC Dabas otthonában szerepelnek.